Femina Astra, a piros mezesek még nem nyertek idén mérkőzést, csak úgy, hogy nem hozta el a Viktória a második körben igazolását, és jóváírták a 3 pontot. Nekem az a gondom ilyenkor mindig, és azért kiszámíthatatlan a csapat, mert most is például az egyik belső védőm az munkából jött. Tehát lerakják a munkát, ide jönnek és játszanak egyet. Na most ebből, hogy ez most jól jön ki, vagy nem jön jól ki, ez az egész dolog, ez mindig azon múlik, hogy mennyire tudja túltenni magát ezen a fáradtságon, vagy éppen milyen munkája volt. Nekirontott a tavalyi ezüstérmesnek a Femina Kanta szabadrúgása. Balog Nikolett elé pattan, picit hosszan, és föl tudnak szabadítani. Egyébként korábban Csepp ellen is játszott. 23. perc, egy nagyszerű lövés, csak éppen nem talál kaput Szabó Boglárka. Ez volt az első vendégkísérlet, aztán sokáig nem volt újabb, mert nem volt labda, az zárt szektorokba szálltak. Türelmesen várta Dombó János is, hogy előkerüljön a labda. Operatőr kollégának sem volt addig nagyon mit tennie, de aztán sikerült a tornász lányoknak átkeveredni a kerítésen, meg vissza is a labdával. Nagy vágta, nézzük mire jut Sümegi, beadja középre, van érkező, meg lövés is, ami jócskán kapu fölé száll. Meggyes Ágnes. Femina szöglet és gól. Öröm meg nincs, mert lefújt a játékvezető az asszisztens intésére, kikeveredett a labda Horváth Hanna szögleténél az alapvonalon túlra, onnan jött vissza, tehát így érvénytelen. Idővel elfáradunk fejben, és ez megjelentkezik abban is, hogy akkor már nem érünk oda pontosan, nem tudunk pontosan passzolni, szerintem most egybe volt a csapat, mindenki koncentrált a meccs egészében. A gól reményében folytatódott a meccs, majd elkérjük Fog Zsuzsanna fodrászának a számát. Jó a beadás, óriási helyzet maradt ki, Török Kitti. Sör van, esernyő van, szurkoló nincs, ez ritkaság. Ez egy érdekes szituáció, majd a lassítás igazán leleplező érvényű lesz. Nem véletlenül reklamálnak a csepeliek, hiszen ott kézzel ütött a labdába Seitl az ötösön belül. Itt látszik igazán jól. Nem volt szándékos, de egyértelműen befolyásolta a labda útját. Ez játékvezető hibának minősíthető. Még mindig nincs gól, sőt ezek után sem, mert a keresztléc hárít. Hatalmas lehetőség volt az azt a szöglete után. Csorbai fejelt a keresztlécre. Mindez már a 75. percben, és még mindig nincs gól, ami azért ritkaság rői futballmérkőzésen. Ez is hatalmas lehetőség. És még nagyobb, de ezt is sikerül kihagyni Török Kittinek, ez nem az ő meccse volt. Görög lövését védte Kovács Klaudia, ami pont Török elé pattant, de azt sem sikerült kapuba pofozni. Nem vagyok elégedett, viszont egy X-es meccs volt, tehát szerintem rosszul játszottunk, és nem volt benne több. Persze nem vagyok elégedett, mert nyerni szerettünk volna. Le kell ülnünk és el kell gondolkoznunk azon, hogy mit kell javítani. Én azt gondolom, hogy rendben volt a felállásom, muszáj volt hadrendet is váltani. Mert az elején nem úgy nézett ki, ahogy annak ki kellett volna néznie. Aztán már úgy néztünk ki, csak hát a gól hiányzott a végén.